Egy nagyon kedves barátom ajánlotta nekem a Tehetséges Mr. Ripley-nek a dráma verzióját, természetesen én is ismertem a filmet. Amikor megtalált ez a lehetőség, hogy a Művészetek Völgye számára készítettek egy előadást, akkor egyből ez ugrott be, és szerencsére a Völgy részéről is volt nyitottság, hogy milyen érzés, hogy bemutathattuk. Csodálatos életem második rendezése, egy szuper csapattal dolgozhattunk végtelenül szabadon, óriási szeretetben, ami nagyon ritka manapság. Én végtelenül hálás vagyok mindenkinek, aki bízott bennem, kezdve a színészektől, a produkciós csapaton át, alkotótársakon keresztül mindenki felé, szóval nagyon, én most nagyon boldog vagyok. Pillangók szabadok című előadás, ez az Art Színtér produkciója, az életem első rendezése, ez egy háromszereplős vígjáték, egy vakfiúnak a története, aki szerelmes lesz a szomszédban lakó színészlányba, de aztán jön a fiúnak az édesanyja, és kicsit megkavarja a szálakat. Nem ős bemutató, viszont olyan szempontból új, hogy ugye életem első rendezése, és talán ilyen formában még nem láthatta senki az előadást. Tehát abszolút nem realista színházra kell készülni, aki esetleg megnézi majd az ősz folyamán, vagy bármikor az előadást. Milyen érzés, hogy kettőt is bemutattunk, vagy játszhatunk itt a Völgyben. Nagyon fárasztó, főleg a főszereplő Szántó Balázsnak, aki nagyon-nagyon régi és barátom nekem, mind szakmailag és a magánéletben is, és hát mindkét előadásból a főszereplő. Szóval neki biztos, hogy nagyon fárasztó, azt összeadva gyakorlatilag 140 oldalnyi szöveg oldal, amit neki így most három napon belül prezentálnia kell duplán, szóval neki biztos, hogy nagyon fárasztó. De hát nekem is nyilván, hiszen ezért én is rengeteg energiát teszek abba, hogy összeálljanak az előadások, a csapat, a technika és minden, hogy szépen tudjon működni. Színművészeti egyetemistaként 3 vagy 4 éve, pont itt az épület mellett alatt lévő udvaron játszottam a Már nem ott élek, egy indián naplója című egyszemélyes előadásomat. Óriási meló, és már akkor is emlékszem, hogy minden nagyon meglepően gördülékenyen tudott történni. Úgyhogy akkor voltam itt utoljára, és hát akkor álmomban nem gondoltam, hogy 3 évvel később itt fogok egy 8 szereplős kultfilmből készült ősbemutatót tartani, aminek én vagyok a rendezője. Azt se tudtam én akkor itt a színházteremben, én nem jöttem be. Szóval ezek elképesztő, hogy miket tartogat az ember számára az élet, és mindenki, a stáb, a helyiek és a mi technikai személyzetünk is gyakorlatilag hibátlan, és tényleg egy szavam nem lehet. Lesötétítették az ablakokat, lett klíma, hát mi mást kívánhat az ember?